Sziasztok, Csabusa The One vagyok. Ez a Darálósok, ahol a Minecraft történelem legrosszabb kalandpályáit nézzük meg. Sziasztok, daráljunk! Ma a Pusi-Husi pályája következik. Igen, Pusi-Husi. A megmentő. A pálya mellé kaptam egy TXT fájlt, amiben azt írja, hogy egy-két ötletet a Far Cry-ból vett. Ez nagyon jól hangzik, mert az egyik kedvencem a Far Cry 3, de mint később kiderült, hát ez mindössze egy név, meg nyomokban a történet az mintha olyasmi akarna lenni, de nem. Tehát, hogyha nincs az a név, akkor meg nem mondanám, hogy ez Far Cry. De nézzük meg. Így néz ki a kezdőhely, egy börtön. Igen, kaptam resource packet is a pályához, természetesen beraktam. Egy cellában vagyunk, de nem fog kiderülni, hogy hogy kerültünk ide, miért kerültünk ide, honnan indultunk, ki rakott ide, tehát semmi. A padlóba súlyezve van egy láda, ez gyakori a börtönökben, van benne egy olló, meg négy könyv, ez is gyakori a börtönökben. Jó, tudom, gonosz vagyok, csak én szeretem ugye külön választani a kezdőszobát, az információkat így magától a történettől, a pályától. Bevezetés, üdvözöllek ezen a pályán, történet! Te egy közönséges ember vagy, aki elhatározta, hogy legyőzi Vast, a legnagyobb ellenségét a világon, ott a Far Cry! De persze ehhez fegyverek, páncélzat és harci tudás is kelleni fog, sok sikert! Hát ebből aztán nem derült ki semmi, valakit le kell győzni, valamiért nem szeretem, azt ennyi. Még magamról se tudok semmit. Közönséges ember vagy. Szabályok, ne csalj, ne válts játékmódot, ne üss ki blokkokat, csak ha meg van engedve, csak a gyapjút ütheted ki. Plusz szabály című könyv, ez miért? Lusta volt újra megélni, mikor eszébe jutott még egy, vagy mi? Az emerald a pénz, emerald. Van ilyen magyar szó? Angolban az emerald, az a magyarban a smaragd. Oké, tehát az emerald a pénz, és csak azzal kereskedhetsz, nem lophatsz. Feladat, juss ki. Nem írt verziót, úgyhogy 1.8-ban indítottam el, így viszont nem tudtam rombolni, úgyhogy kénten voltam túlélőbe váltani. A plafonban a gyapjú mögött van egy láda, benne pénz, érdekes dolgokat rejtenek el egy cellában, és egy csákány. A börtönből csak egy út vezetett egy bódéhoz, úgyhogy oda mentem, csak miután beszéltél Jackkel. Látom, kiszabadultál, itt van egy kis felszerelés, fogadd el. Ez igen, szóval felajánl nekem felszerelést, hogy fogadjam el, tessék ajándék, valójában nincs itt semmiféle láda, Jackkel lehet cserélni. Nagy troll ez a Jack. Tessék, itt egy kis felszerelés. Á, köszi. Két smaragd lesz. Na, hogy nézek ki? Aztán utánunk kiabál, most szállj be a gépezetbe és elküldelek a faluba. És valóban elteleportálunk valahova teljesen máshova, mellettünk táblák, a farmer egyenesen, a piac jobbra, Kovács mögötted, küldetésed balra. What kind of küldetésed? Meg egy liter water. Még csak 2 perce játszom, de már tele vagyok kérdésekkel. Ki vagyok, honnan jöttem, mit, miért, hova, a börtön, aztán... Most hol vagyok? Miért küldött ide Jack? Oké, a küldetésem az annyira, arról annyit tudok, hogy le kell győznöm Vast, de hát... Természetesen hittem a táblának, úgyhogy mentem balra. Nicholson's House. Mi bajotok van nektek a magyarra? Bent azonnal kiszúrtam a gyapjút, alatt a láda, benne pénz, lilnek kirakva, vagy legalábbis olyasmi. Hello, tudom, még nem ismerjük egymást, de nem baj, hogyha a padlódon kiütök egy lyukat és az alatta lévő ládából kiveszem az összes pénzedet? Nem, persze, tetség csak. Szegény Nicholson a saját házában kerítéssel körbe van zárva. Van egy láda, amire az van írva, hogy hozzávalok, ez is a padlóban van sűjesztve. Miért? Miért van itt minden láda a padlóban? És hallod, elteleportál. Elveszi az összes cuccodat és elteleportálsz. Ugyanis ezt a ládát utoljára kellett volna kinyitni, előbb beszélni kellett volna Nicholsonnal, majd ha ott tartunk, látni fogjátok, hogy mi a küldetés. Sajnos a készítő nem csinált semmilyen ellenőrzést, hogy tényleg akkor nyitom meg ki, amikor kell, vagy valami korlátot, ami nem engedi, hogy rosszkor nyissam ki.
pedig ládáknál fokozottan ajánlott az ilyesmi, ugyanis az a tapasztalat, hogy amikor a játékos belép egy új helyre, és ott van láda, akkor elsőnek oda megy, vagy nem tudom miért, a láda az így vonza a játékost. Gondolom ez a gyűjtögetés, hogy mindjárt megyek, és akkor gyorsan beszedem a jó kis jutalmakat, vagy nem tudom. Ládaszágom! Szóval teleportálás után beszólvasz, azt hitted, hogy meg tudod szerezni azt az italt, az ember persze kérdezi, hogy miféle italt, hát nem jól hitted. Miközben a hozzávalókat rakosgattad, az egyik emberem mögé dosont és leütött. Sőt, felcipelt egy fa tetejére egy ketrezve. Itt van még mellettünk egy ender chest, azt hiszem magyarban ezt végládának hívják, nem tudom, természetesen a padlóba súlyesztve. Ugye ezzel lehetett volna, sőt, mint kiderült később, ezzel kell kivédeni azt, hogy elvegyék az összes cuccunkat. Szerencsére Vasz emberei nem túl okosak, hiszen lombol van a cellám, úgyhogy lazán kiszabadultam csákány nélkül is. Tipp, ha lálépsz, ezt nem bírom kirölgés nélkül, ha lálépsz a nyomolab, le a padlóra, le, lálépsz. Tipp, ha lálépsz a... Ha lálépsz a nyomólapra, akkor mintha valami a padlóra le. Ha lálépsz a nyomólapra, de dúlvánt. Ha lálépsz a nyomólapra, akkor mintha valami kötélen csúsznál, elteleportálna a kötél végéhez. De ha akarsz, akkor futhatsz is. Szóval két nyomólap van, az egyik elteleportál, a másik pedig gyorsítást ad. Ja, és a feladatot kihagytam, illetve feladatot. Juss ki és mász fel az adótojon tetejére. Jaj, ne, Lipsonnal, ne! Igen, ez is folklájos elem, de nekem nem jutna róla eszembe a játék. Mert úgy nem kapcsolódik az eddigiekhez, hát úgy, mint ugye a játékban. Úgyhogy nem. Sőt, ha elmegyünk az adótoronyhoz, ott sincs rá semmi magyarázat, hogy miért kéne oda mennünk. Azt tudom elképzelni, hogy azért, hogy körülnézünk, hát mint ugye a játékban. De hát itt nincs megmagyarázva, úgyhogy itt csak úgy tűnik, hogy most küldözgetnek ide, oda, jobbra, balra. A torony tetején van egy íj, szép munka, most fogd a fegyvered és hatolj be. A városba és öld meg Vasz embereit. Van itt egy tipp, a spawnereket üsd szét. Tekintve, hogy nincs felszerelésem, tehát egyetlen íjam van, ahol sincs nyílvesző, vagy íjvesző. Szóval teljesen esélytelen volt a dolog, de bementem a városba megöletni magamat. Legalább körülnéztem és láttam, hogy rengeteg spawner van, tehát igen, sikerült egy kicsit túlzásba vinni ezt a harcolós dolgot. Egy kis érdekesség, egyébként úgy lett végem, hogy beleestem a kútban, és egy kis kúti medenceparti keretein belül kivégeztek. De felélettem, feltámadtam Nikoson házában, vagy miért itt, azt nem tudom, de felélettem, és készen álltam arra, hogy bosszút álljak saját magamért. Végre, van oka, hogy Vasz az ellenségem. Üdv, lenne számodra egy küldetésem, én már nagyon öreg vagyok, és csak azt szeretném kérni tőled, hogy hozd el nekem a varázsfőzet, minden négy kellékét, és én adok neked egy italt, mellyel erősebbé válhatsz. Tipp, csak akkor rak bele a hozzávalókat, ha már megvan mind a négy, hát igen, mint mondtam, a tapasztalat az, hogy a játékosok előbb a ládát nézik, mint ahogy én is. Küldetésed, nézz körül a városban, hogy megtudd, merre is találod a főzet darabjait. Először Farmer Joe házához mentem, na ő már félig magyarul ki tudta írni. És az ő padlójából is kilopikoltam a pénzt. Üdv, gondolom Nicholson küldött, hát nem, senki sem mondta, hogy ide jöjjek. Segítek neked, de előtte arasd le a termésemet, és rakd bele a ládába, aztán elmondom, mit tegyél. A ládát csak akkor nyisd ki, ha már learadtad a termést. Ez már egy fokkal szimpatikusabb, de még mindig jobb az a módszer szerintem, hogyha ellenőrzés van. Csak akkor történik valami, ha jókor nyitja ki a ládát, vagy le van zárva a láda, és csak akkor lesz elérhető, amikor kiszabad nyitni a ládát. Mert ezzel a táblás módszerrel a játékos figyelmességén is múlik a dolog, jobb az, hogyha a pálya mindent elintéz. Itt az van, hogyha kinyitjuk a ládát, akkor egy rövid időre kinyílik egy vasajtó. És hát ügyeskedni kell, hogy gyorsan becsukd a ládát, és még átérj a vasajton. Na, nagyon fura megoldás, nem tudom megmondani, hogy jó vagy rossz. Furcsa. Köszönöm jutalmad, ez a térkép. Egyébként nem kapunk semmiféle térképet, a ládában csak pénz van. Nyisd meg azonnal az első darabját a titkos főzetnek, nagyon titkos, hogy mindenki tud róla a faluban, a hídon túl egy kis romos bástyában fogod találni, sok sikert. Menj! Biztonság kedvéért két ennyel, a kovácshoz a második elem megszerzéséért.
Kovács Elek, ő már teljesen magyar. Úgy látszik, ez egy ilyen multikulti város. Egyébként úgy hangzik, mintha ellene írva. Tehát nem Kovács Olok, hanem Kovács Elek. Padló alatt pénz, káóba kirakva. Üdv, gondolom a titkos főzet második hozzávalóját keresed. Mert bakker itt mindenki gondolatolvasó. Én tudok segíteni neked, a térképed jobb felső sarkában látsz egy kis épületet, oda kell menned, sok sikert. Köszi. Mivel nem kaptam semmilyen térképet, ezért elkezdtem. Á, itt van Csabinyó, szevasz! Hogy vagy? Működik még az internet? Aha, jó, figyelj, én most videózok, úgyhogy mennem kell, a kézikönyv óvjon. Szóval, mivel nem kaptam térképet, ezért elkezdtem bóklászni, hamar észre is vettem azokat a kőblokkokat, azokat követve eljutottam egy fura építményhez. Ja igen, és előtte bevásároltam, sajnos nem a falusiakkal oldottam meg a cserélgetést, hanem ládában kellett. És itt volt az a végzett láda, azt hiszem végzett láda, amire rá volt írva, hogy tip, rakd el mindenedet, hozzávalókat ne. Szóval a fura építmény hasonló módszerrel lehet bejutni, mint Joe-nál, tehát van egy vasajtó, és attól messzebb meg egy nyomólap, és akkor ügyeskedni kell, meg kell nyomni a nyomólapot, és oda kell érni az ajtóhoz is. Bent válsz, beszól, csak azt nem tudom honnan lát, ez nem lehet igaz, megtaláltad a főzet harmadik hozzávalóját. Ami egy köpés. Joe háza mögött van a híd, azon túl a bástya, őrök, támadás, válsz még mindig, mindenhol mindent lát. Mivel a felszerelésemet jó kisfiú módjára be is pakoltam végzett ládába, ezért kénytelen voltam visszamenni. A bástya tetején pókbél és egy üzenet, szép munka, a harmadik elem a térkép bal felső sarkában találod. Vissza a városba, ezúttal nappal volt, mikor odaértem. Na mi van, szörny? Most gyere! Bár nem volt semmi utasítás, vagy segítség, vagy utalás, de megtaláltam a város melletti kis kőépítményt. Boss fight versus boss! Ingyen nyelvleckénket hallották. Nyomólapra lépve teleport, vérszagot érzek, és nem a saját véremre gondolok. ezt nem is lehet komolyan mondani. A banyát együttéssel a lávába küldtem, viszont olyan kevés életem maradt, hogy Vász egy lövéssel megölt. A következő próbálkozásnál elvesztettem az összes cuccomat, ugyanis nem a láda veszi el a tárgyakat, hanem a nyomólap a ketrecben, úgyhogy hiába másoltam ki a koordinátákat. Tanulság, ne csaljatok! Azért adtam magamnak gyémánt kardot, hogy legyen esélyem, meg hát az volt a fegyverem, miatt elvesztettem. És itt jön a finálé. Ezúttal mindkét szörnyet legyegőztem, viszont nem történt semmi, nem adtak semmit, nem volt semmi nyomólap, kiírás, utasítás, semmi, mintha egy zsákutca lenne. Volt két vasajtó, gondolom azt kellett volna kinyitni, hát illetve igen, mint kiderült utólag, azokat kell kinyitni, de nem kaptam hozzá semmit. Gondoltam, biztos valamelyik láva mögött van valami, de hát tudod, mikor fogom végigpróbálgatni az összes láva mögötti összes blokkot, úgyhogy muszáj volt megoldani máshogy. Teleport egy kis szobába, itt van egy kis akadása a jelgenerátor meg a sok tűzijáték miatt. Gratulálok, sikerült, megölted Vászt, nyereményed a ládában mögötted. Ládában két könyv, gratulálok, sikerült legyőznöd Vászt, jutalmad, hős lettél. Köszönöm, hogy végigjátszottad ezt a pályát, készítette Pusi Husi, ha szeretnél még pályákat, csak jelezd. Köszönöm, szeretnék pályákat, csak kidolgozottabbakat. Jaj, de gonosz vagyok. Lássuk a mérleget. Pozitívumnak azt tudnám mondani, hogy nem az átlagos küldetések voltak, tehát tényleg kibírt annélkül, hogy tessék most parkúrhoz, tessék most labirintusról, tehát tudjuk, nem a szokásos felépítés, már valami más, hát ezért is raktam be a pályát, ezért csináltam róla a videót. Amiken elvérzett a pálya, nagyon kevés volt az információ, írtó lyukacsos volt a történet, tehát még azt se tudtam, hogy miért utálom Vász, miért akarom itt legyőzni. Mondjuk annak is örültem volna, hogy miért vagyok a legelején börtönbe. Aztán a másik, hogy nem voltak ellenőrizve a ládák, és ezek csak még több alkalmat adtak arra, hogy még jobban belekuszálódjon az ember. Tehát ez volt Pusi Husi pályája, a megmentő, a kézikönyv óvjon.